Üdvözlőnek, B vagyok, és ez itt megint Cubeverse, konkrétan így 5 másodperccel legutóbbi videó után vagyok, még ott volt a kastély, de valahogy kedvem támadt még többet fölvenni. Úgyhogy van, aki biztos örül ennek. Egész konkrétan most nem céltanul kalandozok, mielőtt azt hinnétek, hanem arra igyekszem. Az a Küldihez, aztán majd a városba, aztán majd sorba a többihez, vagy valami, vagy átmegyek egy új bájomba. Egyébként már rohadt sok bájomot felfedeztem. Azért, hogy miért csak ilyen kis fotókban mutatja, hogy mit fedeztem fel, ez azért van, mert hogyha kifagy a játék, akkor az eltűnik, hogy merre mentél, és amit felfedeztél. Márpedig én általában akkor lépek ki, hogyha kifagy. Egyébként a map seed ugyanaz, mint Shatternek, tehát Leet. Egész véletlenül, tehát közel nem volt egymáshoz, amikor megcsináltuk a pályákat, de ja, itt van Garok City. Minden esetre most itt vagyok, és erre megyek, arra megyek. Remélem, hogy nem lesznek olyan nagy loading time-ok, mint ami általában szokott lenni. Még nem értem szinte az előbb. Dehogy nem. Elkezdek climbing. Ja nem. Hajó. Úgy. Most már tudunk hajót használni. Tök jó. A következő szintű elkezdem climbingra húzni egy darabig, aztán majd lesz valami. Egyébként mielőtt kérdeznétek, petem azért nincs, mert minek. Tudom, hogy mire jó, de egyszerűen nem kell. Nem szeretem szinte semmilyen játékba a peteket. I love touring from the city. Egyébként nem is tudom, hogy mit mondhatnék erről a játékról, amit mások még nem mondtak el. Talán az, hogy szerintem mocskosul szép. Tehát ez a világgenerátor, ez még a Minecraftos pályagenerátort is üti, szerintem legalábbis. Egyszerűen a hegyek például, hogyha vannak, azok elég durvák. Hopp, 61-es leftovers. És ha belegondoltok, hogy ez még csak alfa, és mi lesz majd a bétába, vagy ha a teljes játék kijön, ez... agyrobbanás. Az egyetlen dolog, ami nekem nem tetszik az alfában, legalábbis egyelőre, az a kezelőfelület egy kicsit. Tehát amikor a fegyót építgeted át, és egyrészt, hogy csak 32 blokkot tehetsz rá, másrészt, hogy ott görgővel kell mozgatni, meg ilyenek, hát az egyszerűen szerintem... lehetett volna oldani szebben is, hogyha egyetlen rázumolhass meg, hogy görgözni lássan a menüket, meg ilyesmi. Na mindegy, ez csak az én személyes észrevételem, de akkor is. És itt van megint a nemezisem, a kék köd, loading time. Famous fraps miatt. És az ott ellenséges, vagy és elmegy. Akkor is követem. És barát, akkor szakadjon meg. Egyébként tudjátok, hogy mennyire megéri a climbingot felhúzni? Igen, mindent szedjetek föl, amit föl lehet. Kaját csinálni már jó lesz. Szóval tartom, hogy tudjátok, milyen jó a climbinget felhúzni. Tehát nézzétek meg, most 40-es, vagy mit tudom, hogy hányas, és milyen lassan megy. Rohadt jó például, ha ilyen rock-off valami rédeket találtok. Hoppa, itt le akarok mászni. Au. Oké. Hopp, meg egy gomba. Legjobban talán a ginzenget éri meg összegyűjteni. Mert az egyszerre többet dob, és az is ilyen nagy kaja. Tehát vannak kis kaják, meg nagy kaják. Például a muffin, az kis kaja. És ez nem tölt olyan sokat, azt nem is szoktam én összeszedni a pumpkin muffint. Egyrészt azért, mert ritkán vagyok városokban, másrészt azért, mert minek. De most pont tudok csinálni a ginzeng zupot, mert nem használtam el legutóbb. És most szintet léptem azóta. Meg a pineapple slice, az is kis, és persze, hogy ellenségesek. Miért nem hagytok craftolni?
Hogy éreznétek magatokat, amikor ebédet főzitek, és valaki ide jön is megpróbál agyon verni, de aztán ti megveritek. igen, ezt használom. Nem mászunk fel a fák tetejére. Szeretek így közlekedni, mert egyszerűen szeretek így közlekedni, mert mert tetszik. Főleg ezek az ilyen őszies fákon. Ez tök jó szerintem, hogy ilyen is van. Az ott barát. Viszont ezek nem. Ezt jól elbasztam. De tripla kill. Na, már nem vagyunk olyan nagyon messze. Egyébként tudjátok miért csúnya? Én most azt hiszem negyedik napja játszok. Úgyhogy egy húzamba, tehát egész nap esztolom. És 56-os vagyok. És vannak akik már tegnap vagy tegnap előtt százasok voltak. Jó, biztos, hogy ázsiaiak, de azért na. Elég csúnya. Mondjuk lehet, hogy ők multiba tolták, és úgy egyszerűbb. Sajnos mi se nem tudtuk összehozni. Mert én még mindig nem tudok hostolni, neki pedig szar a netje. Na minden esetre, ad egy út, de nem akarok kimenni az útra. Ha nem megyünk arra tovább. Egyébként tudjátok mi jó még abban, hogyha nagy szintű armorotok van? Már azt leszámítva, hogy bajostatokat ad? Az, hogy lehet vele pózolni, tehát várjátok. Ah, most nem mondjátok, hogy ez nem néz ki rohadt jól így. Meg így futás közben, vagy állj, sárta. Na mindegy. És kék. Na, de most már sokára ott vagyunk tényleg. Lát lesz egy vágás addig, hogyha nem történik közben semmi érdekes. Érdemes gyakran csekkolni a mapot, mert nem tudni, hogy mit találtok az új jonan megjelenő csánkokon. Meg úgy egyáltalán irányba tartani magatokat, mert elég könnyen el lehet tűnni. De egy másik dolog, ami rohadt szép szerintem, az akármilyen vizes rész. Tehát most nem mondjátok, hogy ez nem néz ki rohadt jól. Sok nád, meg kövek, meg ilyesmi. Azt ne odvétozz. Önök szemékó. Kis szinten ezek még milyen veszélyesek voltak, most pedig meg se sérülök. Na mindegy. Ginzeng. És Heartflower. Kemény egyeset. Nagyon jöttünk, mégis kemények az útra. És egy macska. Azt nem bántsuk. Egyébként, hogyha valaki ugyanennek a mapnak a szígyét akarja, tehát felfedezni ugyanígy a dolgokat, akkor 1-3-3-7, és körülbelül itt fogtok éledni, nagyjából. Valahol erre. Akkor tudududududú, itt a város, és tudududududú, ott van minden. Itt van minden, hogyha éjszak fele nézitek. Na de. Mi most azzal nem foglalkozunk, hanem arra megyünk tovább. Azt a lávás bajomot egyébként pedig még mindig nem találtam meg, amit már régóta keresek. De elvileg tudom, hogy merre van, csak az éppen felőlem rohadt messze a térkép másik felén. Úgyhogy
inkább egymásokat kéne keresni. Meg a sivatagos bájomok is jók. Ott olyan loot van a piramisokban, onnan van például a fegyverem. Az armor az, azt hiszem, egy maja piramis vagy egy sima kastély, azt nem tudom. Arra is rájöttem egyébként, nagyon viccesen csak a negyedik nap, hogy amilyen mobot lenyomtok, az olyan kasztú cuccot dob. Tehát egy mage bossból ne várjatok rugó cuccot például, mert nem fog dobni. De ugyanígy a kis mobokból se. Tehát először azt hiszem, csak bossoknál van így, és ez már így hamar rájöttem. De nem, mindennél így van. Tehát hogyha csak egy Archer nomádba belefuttok, vagy bocsánat, Ranger nomádba, akkor az Ranger zoomot fog dobni. És még arra is van esély, hogy pont azt a fegyót, ami neki van. Tehát például ez az armor, ez ugyanaz, ami a bosszom volt, amit megöltem. Ez itt egy valami, vagy az csak úgy olyan? Szerintem ez csak így olyan. Igen, zümmeljünk ki. A másik dolog, amit mondani akartam most hirtelen, az a adaptolás, cuccokat adaptolni. Az csak ilyen fehér, vagy max zöld nevű cuccokkal érdemes, mert például ezt a fegyót már valami 7k lenne adaptolni Platinum Coinból, és nekem így látjátok van 500, úgyhogy még csak egyetlen egyszer adaptoltam egy fehér armort, ami volt kb. 230. Úgyhogy nem tudom ki hogy van vele, hogy mennyire vagyok én szerencsétlen így Platinum Coinok terén, de... ja... Egy másik vicces dolog, amire lehet, hogy nem jött el mindenki. Most befutok a Prizvade-be, és ha nyomom a visszát, akkor simán ki lehet futni belőle. Tehát ha valaki nem szereti a Prizvade-t, akkor egy másik trükk pedig, hogyha így nézitek a karit, akkor már a leges-legelső betöltés alatt is eltüntethetitek a Prizvade-et. Ilyen dolgokra már így rájöttem. Röviden, hogy ez nem egy boss lesz, hanem egy sima... vagy nem egy sima boss lesz, hanem egy dungeon. Bár nem tudom. Kidemész a játékból, hogy ad egy Saurient, aztán jó van. Eddig a legérdekesebb boss, amivel találkoztam, az a... Lich volt, meg egyszer egy troll a víz alatt. Na, azon is rögtem. Hát találkoztam ilyetivel is. Gólemmel viszont még nem, amiért szomorú vagyok, bár szerintem az van a lávás bajomban, vagy lehet, hogy hülyeséget mondtam, de szerintem mondom, ott még nem voltam, úgyhogy sejtelmem sincs. A másik dolog, amire kíváncsi vagyok, hogy a lámpából nekem már zöld van, mert tudtam venni egy városba, vajon a gliderből is lehet zöld? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Meg akkor már kék, meg sárga, meg ilyesmi. És akkor mit tudom én, 600% sebesség, vagy csak nem viszi ennyire a staminát, vagy ilyesmi. Aha! Forogj! Ah, elűzte a kékséget, ha! És egyébként a különbség a sima lámpa meg a izé lámpa között, most kikapcsolom. És vissza. Tehát látjátok, még a képernyő széli így kimegy a fénye, nem csak egy ilyen kis fénykör a karakter körül. How are you? Hoppa! Ja, egyébként ez a dropos rendszer, a kivételek az állatok, azok szerintem bármit tudnak dobni. Na, az egy lake lesz lehet, mert ott van egy kis víz. Magyarul egy tó. Igen, szerintem ez az lesz. Ami jó, mert ott... bár ott állatboss lesz, ami nem annyira jó, de... valószínűleg egy rák egyébként. Az is vicces, amikor csak úgy mentek és találkozok egy csirke bosszt vagy valami. Hát már találtam kétszer, egyszer egy nyulat, egyszer egy méhet.
Tehát elég érdekes dolgok is vannak. Amit nem találtam még, az például Dark Troll. Arra kíváncsi lennék még, hogy milyen. Bár gondolom, hogy mindegy, troll, csak sötét. Tudó. Egyébként a legjobb bajom az szerintem a sivatag. Bár lehet, hogy mondtam már, de az a legjobb szerintem. Hoppá. Lugano Lake. És ha már ennél a témánál tartunk, írjátok le kommentbe, hogy kinek melyik a kedvenc biomja. Kíváncsi vagyok. Tehát van ez a füves, van a dzsungel, van az óceán, van a havas, van a lávás, amit én még nem találtam, és van a sivatag. Aztán ennyi van összesen. És még te ebbe van szavanna, meg nem tudom még, hogy mi.